Sziasztok, én Dietroy vagyok, ez pedig a Monster Hunter World című játék. A game nagy vonalakban arról szól, hogy dinókhoz hasonló szörnyeket kell lekaszabolni vagy labosra verni. Erre 14 fegyvertípus áll rendelkezésre, megtalálható köztük közelharci és távolsági fegyver is, ezeket is szét lehet osztani nehéz, könnyű és töltény alapú fegyverekre. Ezen belül is van olyan, ami vág, van olyan, ami roncsol, és persze a lőfegyverek sem maradhatnak el. Nézzük is át, mi áll rendelkezésre ahhoz, hogy ledaráljuk ezeket a baszi nagy gyíkokat. Elsőként egy alapstat összefoglaló arról, hogy melyik stat mit is ad és mit is csinál. Minden fegyvertípus rendelkezik egy rarity szinttel, minél nagyobbra húzol egy fegyvert, annál nagyobb rarityvel fog rendelkezni, és természetesen minél nagyobb a rarity, annál erősebb fegyver az kézhez. Ezután minden fegyver rendelkezik egy attack nevezetű stattal, ami a fegyver alapfizikai támadási erejét jelenti. Az értéket nem kell készpénznek venni, ez egy változó, amely az adott fegyvertípust jellemzi. A nagyobb értékkel rendelkezők persze átlagosan nagyobbat basznak oda. Aztán jön a sharpness, ez az adott fegyver élességét jelzi, minél élesebb a fegyver, annál jobban vágja át a nagyobb páncélzatot és minden ütéssel kopik, így minél magasabb értékről indulsz, annál több hitet tudsz beadni, mielőtt élezni kell a fegyvert. Ahogy az érték csökken, annál nagyobb az esélye, hogy lepattintja magáról az adott szőrt. A fegyver élességének 7 szintje van, külön jelölve színekkel, ezeket láthatjátok is itt. Van ugye a piros, ez az alap, ezzel szinte minden támadás lepereg. Van a narancs, hát ez egy hangyafarsznyit jobb, de azért még így is szinte minden támadás hatástalan. Van a sárga, ezzel már néhány támadás fogni fog a játék kezdetén található szörnyeken. Zöld, ezzel már a legtöbb támadás betalál. Kék, ezzel minden támadás betalál, nem a szörny kemény részeit ütöd. Van a fehér, ezzel már a Master Rank monsterek kemény részein kívül bármit átvághatsz. A lila, ez egy kicsit különlegesebb, mert ezt a szintet csak a Master Rank fegyverek fogják elérni, és minden támadás sikeres lesz, azzal a feltétellel, hogy nem a kemény részeit ütöd mondjuk egy Master Rank szörnynek. Ezen felül folyamatosan kapsz egy kis sebzés bónuszt minden sharpness level után, a fizikai és elementál sebzésre is. Mint ahogy azt látjátok is, minden színnek van egy adott hosszúsága, ez a hosszúság azt befolyásolja, hogy mennyi ideig fog abban a tartományban mozogni a fegyver élessége. Ezt most így külön nem fogom részletezni nektek, mivel tizedes értékekről van szó, de damage boost, ami a játék során nagyon jól fog jönni. Lejjebb az Affinity következik, ami a kritikus sebzési esélyt jelenti, ez az érték lehet negatív és pozitív egyaránt. Minél nagyobb az értéke, annál több kritikus találatotok lesz, ami 25% sebzési bónuszt jelent. Kevésnek tűnhet, de nem az. A negatív értéke sajnos 25% sebzés csökkenéssel járhat. Aztán jön az Elemental Damage, ebből sokféle létezik, van amely csak sebzés bónuszt ad, az arra érzékenyebb szörnyeknél, és vannak köztük olyanok, amelyek valamilyen mellékhatással rendelkeznek. Ez mondjuk lehet a bénítás, lehet a mérgezés, de ezt majd inkább valamikor máskor fejtem ki. Az elementál sebzés alatt később az Elder Seal nevű stat fog megjelenni azoknál a fegyvereknél, amiken dragon típusú elementál van. Az Elder Sealnek 3 fokozata van, legkisebb a Low, aztán az Average, és a legjobb pedig a High. Ez csak az Elder Dragon féle szörnyek ellen jó, mert például a Kirinről leszedi a Lightning Armor buffot, vagy a Nergigantéről letöri a tüskéket. Aztán jön ugye a Socket, amiben különböző booster kövek helyezhetőek, ezek valamilyen formában növelik ugye az adott fegyverednek a sebzését, vagy a hatásosságát, vagy hát bármi ilyesmit igazából. De ez is egy hosszabb téma, úgyhogy ezt majd szintén egy másik videóban részletezem majd. Ezen felül néhány fegyver ad defense boostot, ami annyit tesz, hogy növeli a karaktered védelmét. Ezek voltak az alapinfók a fegyverekről, köszönöm, hogy itt voltatok, legközelebb az elementál típusokkal folytatjuk. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel! Na szevasztok!